Harangod elsősorban a tégatáborról és a 75 hektáros mesterséges tóról ismert. Az aktív pihenésre azonban a dombos, ligetes táj többi része is lehetőséget ad. Az akácos parkerdő mélyén a sétaútvonalak mentén ugyanis 20 éve kialakították az Ibolya ligetet. 2002-ben lett létrehozva a Nyíregyházi ZRT és a Nagykállói SZATE Egyesület, tehát a Szabadidő és Természetjáró Egyesület közös munkájaként. A Ibolya nevet a SZATE akkori elnökeréről kapta. Ugye azóta már eltelt 20 év, elhasználódtak itt a meglévő elemek, úgyhogy egy erősebb karbantartást kellett végrehajtani itt a hátam mögött lévő kis pihenőközpontba. Az elmúlt időszakban ez megtörtént, és ismét fogja szolgálni erre járókat, erre pihenőket. Az itt található esőbe álló korhat léceit kicserélték, egységesre csiszolták és lefestették, a padokat és az asztalokat teljesen kicserélték, valamint a névadónak emléket állító követ is megtakarították, lecsiszolták. Megszűnt megyénkben a tűzgyújtási tilalom, ezért most már a szalonnasütő is használható, amihez a tűzifát bekészítették az erdészet munkatársai az esőházba. A teljes felújítás a rendelkezésre álló faanyagon túl több mint 500 000 forint erőt igényelt. A munkálatok ütemét az időjárás és az erdészek szabadideje is befolyásolta. A karbantartás célja az volt, hogy értékállóvá és népszerűbbé tegyék a pihenőhelyet. Nyilván a látogatottsága nem közelíti meg egy 120 ezeres nagyváros mellett lévő Sóstói erdőnek a látogatottságát, de nagyon szép számmal szoktak itt is, főleg hétvégenként, délutánonként sétálni, kerékpározni, elsősorban Nagykálló napkor, Kálló semjén községekből, de szerintem Nyíregyházal is van, aki ide vágyik. A Nyírerdőnek a megye számos pontján van önálló parkerdő fejlesztése, így Harangod mellett például Demecser környékén is hasonló munkákat végeztek el az elmúlt időszakban.